A 2010-es Zempléni Fesztivált a korábbi évekhez képest rendhagyó körülmények előzték meg. A fesztivál záró napján gyors mérleget kértünk a fesztivál igazgatójától. A nyár eleje eléggé ijesztő volt. Hát az itt élőknek jobban, mert ugye ők benne voltak a vízben nyakig, mi meg csak néztük a televízión, és hát eléggé elszörnyűködtünk, hogy azokon a szép helyeken, ahol mi koncerteket szoktunk rendezni, hogy ott most mi van éppen, és utána hát úgy tudjuk, hogy más rendezvények, amelyek közelebb voltak az árvízhez, meg is szenvedték ezt a dolgot, ezért mi is eléggé féltünk attól, hogy talán nem úgy sikerül a fesztivál, nem fognak visszatérni azok a vendégeink, akik már évek óta járnak Zemplénbe, de hál' Istennek ez alaptalannak bizonyult ez a félelmünk, és talán minden eddiginél sikeresebb évet zárhatunk az úgynevezett válság ellenére is, tehát anyagilag sem rosszabb ez, mint a megelőzőek, és létszámban is mindenképpen. Mármint a bevétel szempontjából, úgy értem, hozzá. Igen, tehát a jegybevétel szempontjából, illetve hát a nézőszámokat tekintve, a helyiek sem párkoltak el tőlünk, tehát a helyi közönség is, sőt, bizonyos helyeken még ebben fejlődést is vélünk felfedezni. A kéthetes programsorozat számos érdekes és értékes produkciója mellett jó visszhangja volt a Megérthető zene címmel tartott első zenei ismeretterjesztő délutánnak is, mely jövőre folytatódik. A 20 éves évfordulóra is megkezdődtek az előkészületek. Órákat tudunk mesélni, hogy mi mindent szeretnénk megcsinálni, mik a realitások, ezeket már meglátjuk. Nyilván szeretnénk olyan produkciót létrehozni, ami emlékezetes, ami valami módon ezt a jubileumi alkalmat megemlíti, megerősíti. Gondolkozunk azon is, hogy valami módon a közönség kérésétnek eleget tegyünk. Nyilván itt persze, ami számunkra nem elfogadhatónak, nem teszünk eleget, ami meg tetszik, annak meg boldogan teszünk eleget, de azért igyekszünk az emberek véleményét meghallgatni, és ebből egyébként már is kikristályosodik, hogy vannak emlékezetes produkciók, amelyre az emberek kvázi szeretnének akár újra is hallani, tehát azt se zárjuk ki, hogy valamit a elmúlt mi 7 évünkből, vagy akár 20 évenkből attól fog, hogy mire terjed ki a lehetőségeink, valamit felelvenítünk kvázi azzal a célra, hogy ezt ígértétek, kedves fesztivál látogatók.